Éjszakáról éjszakára rácsapok a zongorára. Itt mulat velem minden nagy vagány. Gazdag lehetsz, vagy csóró szegény, nem számít, csak boldog legyél. Gyere testvér, mulass velem. Nem kell most a gond a bánat, felejtsd el és éj a mának. Üzzük el azt, amitől fáj a szív. Ígyunk egyet erre, arra, jó lesz az majd néhány bajra. Gyere, gyere, mulass velünk. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom. Ahogy dobog bennem, én úgy dalolom. A boldogságot, a vidámságot a világnak elhozom. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom. Ahogy dobog bennem, én úgy dalolom. Nem kell a rossz jel, nem kell a könnycsepp, üsszük el a bánatot. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom. Ahogy dobog bennem, én úgy dalolom. A boldogságot, a vidámságot a világnak elhozom. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom. Ahogy dobog bennem, én úgy dalolom. Nem kell a rossz kedv, nem kell a könnycsepp, üsszük el a bánatot. Egyszer élünk egy az élet, ha megtörtént már úgyis mindegy. Nem sírom vissza már a bánatom. Átmulatva minden ilyet, a jó Istent arra kérem, ne legyen könnycsepp az arcomon. Nem kell most a gond a bánat, felejtsd el és élj a mának. Üzzük el azt, amitől fáj a szív. Ígyunk egyet erre, arra, jó lesz az majd néhány bajra. Gyere, gyere, mulass velünk. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom. Ahogy dobog bennem, én úgy dalolom. A boldogságot, a vidámságot a világnak elhozom. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom. Ahogy dobog bennem, én úgy dalolom. Nem kell a rossz kedv, nem kell a könnycsepp, üzzük el a bánatot. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom. Ahogy dobog bennem, én úgy dalolom. A boldogságot, a vidámságot a világnak elhozom. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom. Ahogy dobog bennem, én úgy dalolom. Nem kell a rossz kedv, nem kell a könnycsepp, üsszük el a bánatot. Nekem nem kell a rossz kedv, nem kell a könnycsepp, üsszük el a bánatot. Köszöntöm kedves nézőinket, én Siher Feri vagyok, önök pedig a Dallamokon át című zenés beszélgetős műsorunkat látják itt a Hálózat TV-n. Köszöntöm az ország nézőit, és köszöntöm a határon túli nézőket is. Köszöntöm a rádió hallgatókat, akik most épp élőben hallgatnak minket. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki néz minket, és remélem, hogy egy kellemes, nem egészen egy órában lesz részük önöknek. A beszélgető partnerem Kacór Feri. Feri, mielőtt bármit is mondanál, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Megfejtettem a Kacór Feri jelenséget. Elmondom, hogy mi kell ahhoz, hogyha én Kacór Feri legyek. Mi kell ahhoz? Kell hozzá nekem sok-sok zsák alázat, kell hozzá nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvesség, kell nekem az a tehetség, hogy olyan mulatos dalokat írjak, hogy a picitől az idősig mindenki fújja azt a slágert. És kell hozzá egy olyan fizimiska, hogyha egy kicsit talán ez lehet egy pozitív, egy fizimiska. Neked olyan fizimiskád van, hogy az ország imád téged. Te tisztában vagy azzal, hogy mennyi minden olyan tulajdonságod van, ami miatt téged imádnak az emberek. Hát köszönöm a megtisztelő szavakat, és nagyon örülök és megtisztelő számomra, hogy itt lehetek a műsorodban. Nagyon nagy utat jártál te be, ugye, hogyha nem titok, nem vagy te egy idős ember, fiatal sem már. Igen. Megjártad a hadakútját szinte, hosszú volt a te pályád. Kezdődik ott a történet, hogy
vendéglátózás. A vendéglátózenélés az közel áll hozzád, én is nagyon sokat vendéglátoztam. Ha jók az információm, akkor volt neked egy csapatod, talán Nolg együttesnek igen, hívták. Igen, igen. Ott frontember voltál, és a testvéred volt a dobos ebbe a zenekarban. Így van. Mesélj arról az időszakról. Hát én, ha most mondhatom, hogy a jelen időknek fellépőivel, ha találkozik az ember, azt hiányolom, hogy ezt az utat nem járták meg, és nem tudják Isten igazából értékelni azt a sikert, amit most esetleg egy televízió műsor kapcsán megkapnak. Ezt te is tudod, ezt a lépcsőt, ez végig kell járni, és akkor tudod tisztelni azt, amit most elértél. Én ezt tartom. Igen, hát abban az időben említettem, hogy ugye kötődik az ember olyan tárgyakhoz, ami a régmúlt emlékei. Megvannak nekem azok a hangszer, már nincs meg, de erősítőm, amihez nagyon kötődöm lelkileg, hogy ő volt a legelső, akivel pénzt tudtam keresni, és úgymond sikert ért el. Ragaszkodsz a múlthoz? Hát azt mondják, el kell engedni minden ilyen dolgot, mert csak energiát pazarol rá az ember, de én nem tudom elengedni, mert én akárhányszor padláson van, igaz, de le van takarva, és meg szokom nézni évente kétszer, azért meg vagy-e, jól vagy-e. A régi hangszereidet? Egy regent csöves erősítő, két hangfalas erősítő. Abban az időben ez egy nagyon sok pénz volt, és nagymamámtól kaptam rá pénzt, és ez megvan a mai napig működőképes dolog. Akkor milyen évszámot írtunk? 1974-et. 74-et? Igen. Na, ez igen. Akkor már egy éves voltam én is. És azt szerintem már akkor is szerettem a hangszereket. Mesélj arról a világról, amikor a zenekaroddal akár akkor mondjuk ilyen 82, akkor még a vendéglátózás ment kb? Hát ugye a 74-es időszakban trióba indultunk, akkor még öcsém kisgyerek volt, ő még nem tudott jönni, és akkor 77-ben akkor ő beszállt a zenekarba, de van róla képen, a szüleim nem hitték el, hogy létezhetett, tehát ekkora kis gyerek volt. És ő úgy volt, hogy szoktunk gyakorolni otthon, nálunk, és a dobhoz mindig beült ő, amikor mi nem voltunk otthon, és egyszer csak hallom, hogy kiüti ezt az ütemet, és az öcsém, és tényleg egy tehetséges dobos. És akkor bulik, hegye, talán esküvők. Így van, a lakodalmak. Talán még vállást is játszottál. Micsodát? Válást. Azt, még azt nem is már nagyon meg szokták ünnepelni. Nem rossz ötlet, látod, ez egy jó ötlet. A válásnál is csinálni kéne egy nagy bulit. Miért lehet esküvőt lehet, akkor a válás még nem lehet megünnepelni. Valamelyik fél örül neki. Hát behozzuk a divatba. Csak kaland volt,
veszem a kalapom és elmegyek, csalva babám Isten vele, nem hullatok többé soha érted könnyeket. Veszem a kalapom és elmegyek, csalva babám Isten vele, nem hullatok többé soha érted könnyeket. Veszem a kalapom és elmegyek, csalva babám Isten veled, nem hullatok többé soha érted könnyeket. Veszem a kalapom és elmegyek, csalva babám Isten veled, nem hullatok többé soha érted könnyeket. Talán arra vezethető vissza, ugye vendéglátó, azt mondják, hogy nagy iskola egy zenész számára. Így van, így van. Talán akkor felmérted azt, vagy akkor már tudtad, hogy mik azok a slágerek, mik azok a dalok, amire a közönség kíváncsi, amire jól érzik magukat. Azt úgy megfigyelted és abból táplálkozol? Azért is ennyi nagyon jó kis Kacór-Feri slágert? Hát visszamegyünk oda, amikor még nem volt ugye Magno, mert nem jutottál hozzá. Hangfelvételt nem tudták csinálni, jött a Táncdalfesztivál, és akkor itt szombaton, vagy mikor volt a Táncdalfesztivál, meghallgattuk, két idős zenésszel muzsikáltam együtt, a Minden jót, Mónika, vagy nem tudom melyik dal volt már, és másik nap már Bucsóba délután nyomtuk. Hát első hallása meg kellett szöveget, ahogy megjegyeztet, de az nagy dolog volt akkor, hogy előtte hallották a televízióba. Hát ugye akkor azért odaragadt a televízió elé a fél ország, amikor már akinek volt televíziója. És azonnal tudtad nyomni, napra kész tudtál lenni. Úgyhogy akkor jött a Magno, akkor már föl tudtuk venni, akkor már le tudtuk írni a dalokat, le tudtuk úgyhogy akkordozni. Aztán szépen, ahogy a technika fejlődött, mindig könnyebb lett azért a dolog. És miért gondoltad úgy, hogy kiszállsz mondjuk a vendéglátózásból és elindulsz a csúcs felé? Kazetták, CD-k, ugye először inkább a kazetták voltak jelentősek a te életedben. Írogattam ugye dalokat, és akkor azokat, ahogy mondtad, teszteltem azért később már, ez már 80-as évek betörtént, és akkor kialakult egy stílus, amit nem tudom, is. Hogy. A mai napig is meghatározó a hangképe a dalaidnak, a szövegvilága, a dallamvilága. Ha becsukott szemmel csak az alapot hallom, amíg nincs ilyenek, akkor is tudom, hogy ez egy kacornóta. Örülök neki, hogyha és ez jelleg, és nem is kell ezen változni. Annyit szoktunk erről beszélgetni, igen, hogy érdemes egy picit maibbá hangszerelni. Ugye dobmániások vagyunk, mint stúdiósok, hogy egy erősebb lábdobot, erősebb basszus, de én úgy gondolom, hogy neked semmiképpen se lenne jó bele menni mondjuk egy ilyen húzósabb, trenszesebb, denszesebb, mulatos hangképbe. Nem is gondolom, meg adok akik szeretik ezt a muzsikát az ő véleményükre, és szerintem tőlem ezt várják el, amit csinálok, én úgy gondolom, nem akarom, hogy csalódjanak benne. Az ember próbál egy kicsit változtatni bizonyos mértékig, hát kisebb-nagyobb sikerrel, ugye, mert van úgy, hogy változtattam én is, és akkor meghallgattam két hét múlva, és azt mondom, hát ez nem volt jó, és akkor vissza az eredetihez. Úgyhogy én mindig elmentem, ezt is beszéltük, hogy az első megérzésed, az első, az a mindenben a jó. Ráérzel a slágerekre? Vagy hogyha készítesz egy dalt, ugye még a közepén jársz, még csak egy refrén van, meg egy verze, akkor képes vagy ösztönösen folytatni, hogy ez jó lesz, ezt szerintem szeretni fogják. Hát ezt te is tudod, mert hát a szerzeményeid az... De te mit érzel? Én nekem elég egy mondat. Én a témát, ha megtalálom, az már jó. A témát találd meg, nem az a lényeg, hogy miről, mi érdekli most az embereket? Romantika? Akkor, amikor tele vannak gonda, nem tudom, hogy szerelmesek akarnak-e annyira lenni, hanem maga az életükről, nem az embereknek, arról akarnak hallani, esetleg vicces formába, egy dalba.
az életem romokban van, mióta téged nem láttalak. Vajon gondolsz-e rám, szeretsz-e még? Kérlek Isten, adj még egy esély. Kérlek, ne sírj, kedvesem, tudod, hogy mennyire szeretlek. Csókommal letörlöm én minden könnyedet. Húj hozzá minden éjszakán, nem áll a közén senki más. Ígérem, együtt leszünk mindörökre már. A mindenem, te vagy nekem, szép kedvesem, maradj velem. Vajon gondolsz-e rám, szeretsz-e még? Kérlek Isten, adj még egy esélyt. Tudod, hogy mennyire szeretlek. Csókommal letörlöm én minden könnyedet. Húj hozzá minden éjszakán, nem áll a közén senki más. Ígérem, együtt leszünk mindörökre már. Az új lemezemre írtam egy nótát, hogy elvitte a banka a házamat, ott lakom én, ahol a madár se jár. És az, hogy mondjam, egyszerű nagyon, de viszont azt veszem észre a műsorok alkalmából, hogy szeretik ezt a nótát. Mert arról szól, erről szól most per pillanat körülöttünk minden. Inkább a fájdalmat szereted megírni, vagy a boldogságot, vagy akár a szerelmet? Habár a boldogság, szerelem már úgy... Mind a kettővel szerintem kell foglalkozni, nem? Attól függ, milyen lelki állapotban vagy. Hozzád melyik áll közelebb, a boldogság? Nagyon boldog ember vagy mindig? Én boldog vagy vannak vagyok, ilyen nagyon szomorú napjaid, szomorú hangulatú? Nem, én boldog vagyok, és én hálát adok a Teremtőnek, hogy azzal kereshetem a kenyeremet, amit szeretek csinálni. Ahogy számolom, több mint 20 éve, hogy Kacor Feri lettél, akit az ország nagyon szeret. Hosszú volt ez az út idáig? Nem vettem észre mondjuk a hosszúságot, de mindenből tanul az ember, és én úgy vagyok, hogy odafigyelek ezekre a dolgokra, amik körülöttem vannak. Próbálok odafigyelni, hogy nehogy elsik valami mellett az ember, ami lényeges. Nagyon sokan feldolgozzák a dalaidat. Nagyon sok új előadónál, akár már meglévő zenekaroknál, akik játsszák ezt a vidám, mulatósabb hangvételűt, nagyon sokan hozzányúlnak Kacor Feri nótához. Hogy élette ezt a dolgot meg? Megtisztelő ez számomra, mert ugye azzal méri az ember, hogy jó nótát írtál, vagy nem jó nótát írtál. Viszont a másik oldalát nézem, akkor meg baj, mert a jogvédő hivataltól nem kapod meg azt, ami jár. Ugye ez egy másik baj. És nem akarok megbántani senkit, de tiszteletességnek tartom egy szerzővel kapcsolatban azt, hogy annyi fáradtságot nem vesz valaki, hogy beírja, hogy X dalt játszotta tőled. És ugye abból
megkapnád a kis részedet, azt a kis pirinyót, de igen. Hát ha valaki pénzt keres a nótáddal, akkor írja már be. Ennyi csak. Ő neki nem kerül egy fillérjébe se. Ezt te is átérzed, gondolom, mert minden szerző ugyanezzel küzdködik, a Kaszás Péter barátomtól elkezdve sorolhatnám. Hál' Istennek, én most úgy abba futottam be, hogyha megjelenik egy művem valaki más CD-n, akkor felhívnak, és velem még nem történt meg az, hogy tudtom nélkül felkerüljön egyik dalom, és akkor azt használja korlátlanul. Hát szerencsés ember vagy, én is ezt tartanám etikusnak, hogy megkérdezik, hogy figyelj, hát amikor egy dalt írsz, az olyan, mint a gyereked születne, nem? Igen. És hát azért, hadd ne vigyük már az intézetbe egyszerre, nem? Folyamatosan járod az országot, mindig olyan mosolygosan fölmész a színpadra. Ha mondjuk nem énekelnél egy árva szót se a dalaidból, a közönség az simán végig énekeli az összes dalodat. És olyan erőkkel hat, ami a kollégákra is, illetve mindenkire hatása van. Szerintem neked nincs ellenséged ebben a szakmában. Igazat mondom? Nem mondtam igazat? Vagy rosszul látsz? Elfogult vagyok? Tudod, hogy sajnos bár igazad lenne, igen. De hát, nem, hát vannak, mikor lépsz, azért érzed, hogy hátra azért néha gáncsolnak, mert én azt tartom, nem kell, hogy toljanak a hegyen fölfelé Istenet, csak hagyjanak, hogy másszál, nem? Na, ne húzzanak vissza, ennyi a lényeg. Érzel ilyen buktatókat, vagy érzed, hogy azért ellened is vannak? Akár a szakmából, hogy ellened vannak? Hát van egy-két olyan trükk, ami az embernek rosszul esik, hogy alá mennek árral, és akkor a rendező visszamondja, hogy X fölajánlást, tehát ő is elénekli ugyanazokat a dalokat, amit én. Nem akarok ezekbe tényleg belemenni, Isten ments. Azt veszem észre, hogy azért elkezdődött egy szelekció. Én azt veszem észre. A színpadon az, hogy például nem engednék fel olyan embereket, aki nem énekel, hanem ott végigtátok ki a más hangján, vagy mit tudom én, hogy oldják meg ezeket a problémákat, és úgy tudom, vannak törekvések arra, hogy csak az élő produkciókat engedik színpadra, és büntetni fogják a szervezőt, ha kamu megy. Haragszol egy picit a magyar mulatós pop szakmára? Van benne egy kis harag? Nem haragszom, hanem szűrni kellene jobban, nem? Vannak tehetséges emberek, akik tényleg lehet, hogy lehetőséget se kapnak, viszont vannak olyanok, akik meg ott vannak, és nem odavalók. Bármilyen szakmát, lakatosban is biztos van olyan, aki... Igen, igen, jó, csak valaki kimondja, valaki meg akár... De ezt tudjuk, mindenki tudja szerintem. A közönség is tudja. A két szemem, te vagy a földön a mennyország, mosolyod az édes boldogság, és tudom, nekem ragyog, nekem tündököl a két szemem, a fekete rózsa még jár neked, ő viselem szúrja a szívedet, csak neked ontja illatát, drága szép babád. Drága szép babám, a fekete rózsa még jár neked, ő viselem szúrja a szívedet, csak neked ontja illatát. Drága szép babám, a fekete rózsa még jár neked, ő viselem szúrja a szívedet, csak neked ontja illatát. Drága szép babám. A jó Isten látja lelkemet, az én szívem téged úgy szeret, csak veled mulatom én át az életem.
mosolyod az édes boldogság, és tudom, nekem ragyog, nekem tündököl a két szemed. A fekete rózsa még jár neked, tövise nem szúrja a szívedet, csak neked ontja illatát, drága szép babám. A fekete rózsa még jár neked, tövise nem szúrja a szívedet, csak neked ontja illatát, drága szép babám. A fekete rózsa még jár neked, tövise nem szúrja a szívedet, csak neked ontja illatát, drága szép babám. Drága szép babám. Már 55 éve, hogy estéről estére színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál. Energiaválság, dráguló élelmiszerek, feléjük a föld erőforrásait. Sürgősen változtatni kell. De hogyan? Keressük a válaszokat és havonta megírjuk. Zen magazin. A jövő energiája. Keresse az újságárusoknál. Ha a világ rossz, nevest ki! Minden csütörtökön az újságárusoknál. Csak 99 forint. Joker magazin. Férfias játékok a játékos férfiaknak. Keresd az újságárusoknál. Joker magazin. Pepita Joker Zen. A magazinokat keresd az újságárusoknál. Recept és rejtvény. Mindenkit lefőzhet. És még nyerhes is. Recept és rejtvény. Főzzön, fejtsen, nyerjen! Ha a világ rossz, nevest ki! Heti Matyi. Minden csütörtökön az újságárusoknál. Csak 165 forint. Hát akkor cigány asszony jósul meg nekem, leszek-e boldog még az életben? Cigány asszony csak azt mond meg nekem, fog-e szeretni valaki engem?
most visszatérve arra, hogy amikor indultam, ugye nagyon nehéz volt azt eldönteni akkor, hogy ment az bulizás, egy mondhatnám, hogy sikeres csapat, minden héten 3 napot muzsikáltunk, jött a szóló dolog, nem tudom, kimondhatom el, Dáridó, ott igen. Kaptam én az első lehetőséget, és akkor föl se tudtam mérni azt a úgymond sikert, ami akkor bekövetkezett, és pikpakra 2 héten belül platina lemez lett az a dal, ami a Bocsáss meg kérlek című dal, ami rajt volt, és el kell dönteni, most melyik útat választom. Ez azért nehéz volt szakítani, mert hát mondtam, itt egy sikeres dolog van, ami működik, Isten tudja hány éve már ott, még nem tudtam ezt az utat, hogy merre visz. És akkor szép lassan ugye a mérleg azért ment, oda került a több súly, és így alakult ki az, hogy szólóba. Nem merted a vendéglátózást, a csapatodat ott hagyni? Így van. Hát egyszer az, hogy barátilag is kötődött az ember a társaihoz, tehát megértették, hogy de jó döntés váltani volt. Kellett. Igen. Jó döntés így volt. Így van. Jó döntés volt, igen. Hány lemezed jelent neked meg, Feri? 17 van számozva, és azon kívül még 2 van, ami számozás nélkül jelent meg, úgyhogy a 19 van. Mennyi aranylemezed van? Hó, most per pillanat nem tudom, mert ez számszerűleg föl van ragva, meg a falon föl van otthon, de nem tudom, 13 körül van az arany. Mennyi platina lemezed van? 10 körül azt. De most már nem... Csak hogyha azért szerettem volna erre átérni, mert igen? Azért te nem vagy szerintem a bulvárba, nem rólad szólnak napi szinten a nagyon-nagyon nagy médiák, a különböző bulvárhegyek, és mégis megkaptad azt, amit a legesleg nagyobbnak hit sztárok nem kapnak meg itt Magyarországon. Van egy Kacor Ferekerek 30 aranylemeze, 20 platina lemeze van, milliós slágere, és mégis valahogy eljutott a közönséghez a te közönséghez a munkásságod. Én azt tartom, hogy az, hogy platina lemez, meg aranylemez, hogy nem tudom, hogy ugye most már mennyi ezek a számok, hogy alakult, pár ezer darab, vagy 1000 darab, nem tudom, egy aranylemez. 1500-2000. De én azt tartom, hogy a színpad előtt dől el minden. Most akár mit mondhatunk, hogy föltaláltuk a spanyol viaszt, olyan nótát írtunk, hogy? Mert volt ilyen kolléga, olyan nótát írtam, majd az eldől később, hogy milyen nótát írt az ember. Mert voltam én is úgy, hogy az a dal jött be, amire nem számítottam. Például. Persze, mindig nem? Vagy beletalál az ember, igen, vagy amire azt hiszed, hogy a legeslegjobb nótád, valahogy mégse ő lesz az. Így van. Járod az országot, határon kívül is nagyon sokat jársz fellépni. Hogy bírod? Van elég energiád ahhoz, hogy minden egyes embernek énekelj egy nótát? Te is tudod, hogy elfeleheted a gondolat bajodat, hogyha oda mikroszínpadra kell is, mert volt úgy, hogy becsipődött a derekam, és édesanyám jött pont, nem messze tőlünk volt egy felvés, és tudta, hogy hát meggyógyultál. Mondja utána, mondom meg, fölmegyek a színpadra, elfelejtek mindent, nem, ez így van. Boldog vagy a színpad. Így van. Hát ez egy jó terápia a zene, nem? A belső, külső rezgéseket ugye olyanokat kapsz, amit mástól nem kapsz. Azt mondják, hogy fiatalít, meg hát zeneterápia tényleg van. Az biztos 100%-osan, és ránk azért nagyon sok energiát kapunk a színpadon, illetve azért csak ösztönöznek az a sok-sok taps, a nagy ováció. Így van, meg hát amit adsz lefele, az vissza is kapod onnét, amikor energiába. Én ezt hiszem és érzem. Talán kicsit be is rúgtam, még most is szédül
jártam, más ágyába ébredtem. Ma este, drágám, nem alszom nálad, hazamegyek, várad, családom. Szép volt veled, jó volt veled, de el kell válnom, sajnálom. Ma este, drágám, nem alszom nálad, hazamegyek, várad, családom. Szép volt veled, jó volt veled, de el kell válnom, sajnálom. Tegnap kicsit többet ittam, még most is szédül a fejem. Már nem emlékszem, hogy merre jártam, egy lány ágyába ébredtem. Te gyönyörű lány, hát köszönök mindent, most elmegyek. Te gyönyörű lány, köszönöm a kávét, a szerelmet. De ma este, drágám, nem alszom nálad, hazamegyek, várad, családom. Szép volt veled, jó volt veled, de el kell várnom, sajnálom. Ma este, drágám, nem alszom nálad, hazamegyek, várad, családom. Szép volt veled, jó volt veled, de el kell várnunk, sajnálom. Hazamegyek, várad, családom. Szép volt veled, jó volt veled, de el kell várnom, sajnálom. Ma este, drágám, nem alszom nálad, hazamegyek, várad, családom. Szép volt veled, jó volt veled, de el kell várnom, sajnálom. Ma este, drágám, nem alszom nálad, hazamegyek, várad, családom. Szép volt veled, jó volt veled, de el kell válnom, sajnálom. Ma este, drágám, nem alszom nálad, hazamegyek, várad, családom. Szép volt veled, jó volt veled, de el kell válnom, sajnálom. Egyedül csináltad végig ezt a nagy utat? Ugye, nem, hát, te döntésed volt, te döntésed mai napig is minden, ami Kacor Ferivel kapcsolatos, hogy van segítő. Hát a feleségem, ő csinálja a kényesebb oldalát, mert olyan volt, hogy voltam egy falunapon, és előtte én rendeztem mindent, ugye a telefon, és mondja a hölgy, hogy hát ők nagyon szegények, és hát a falu, hát valahogy alkudjuk, és fél pénzre sikerült lealkudni neki a gázsimat. És akkor mentem, mikor a számlát töltöttük, és láttam a számlatömbbe egy nagy összeget egy pesti előadótól, aztán, és mondom neki, hát érdekes, mondom, őt ki tudta fizetni, és hát ott elszégyelte magát, na akkor én eldöntöttem, hogy mondom, én nagyon nagy balek vagyok ilyen téren, ezzel nem foglalkozom. És akkor a feleségem átvette ezeket a dolgokat. Úgyhogy jó is ez. Nekem nincs más dolgom, mint hogy azt mondják, hogy ide, oda, oda, ennyi óra, annyi óra, és milyen repertoár viszek, ennyi a gondom. El vagy kényeztetve? Elkényeztetnek a körülötted lévő emberek? Igen, igen. Jó, barátok mindenki. Igényled is? Jó együtt lenni azokkal az emberekkel, akiknek olyan, akiktől pozitív dolgot kapsz. De én arra gondoltam, hogyha mondjuk reggel felkelsz, akkor már Éva viszi neked a kávét, mire úgy megéhezel, már ki van készítve a kis asztalodra. Nem, én nekem úgy kezdődik a reggelem, hogy van egy nagyon picike kis konyhakertem, nem tudom miért tartom, és abban van paprika, paradicsom, azokat gondozgatom, reggel azzal kezdem, este is, reggel is megitatom őket, akkor beviszem az újságot, leülök egy kávéra, egy kicsit a haspadon nyomok, és akkor edzesz? Elolvasom. Tessék? Edzesz? Karban tartod magad? Nap, mint nap? Egy kicsit, igen. Az hiú vagy szerint. Egyébként? Hát zavar, hogyha a nadrágomba
vagyis a, tudod, egy gombbal odébb kell engedni azzal a zavar. Most majdnem más, de ez a nadrágomba szó, egy picit mondom, lehet, hogy mást felett érünk, de... Már mire gondoltál, nyugodtam? Hát én nem akarok olyan pimaszt lenni veled, csak gondoltam, mondom, sok mindenre gyúrsz, és akkor a nadrágodbanra is gyúrsz. Arra is kíváncsi gyúrni? Lettem volna, hogy az hogy történik meg. Ja. Igen, hát nagyon fontos az, hogy amikor színpadra megyünk, akkor nyilván van egy kötöttség, magadnak is meg kell, hogy felejél, illetve kritikus a közönség. Ha egy picit kócosabb vagy, ha nem úgy vagy felöltözve, egy picit több felesleg van rajtad, nyilván akkor inkább azért teszel, hogy ne legyen kifogás, illetve megtiszteled a közönséget azzal, hogy te tip-top állapotban mész a színpadra. Azért igen, és én falun nőttem föl, én nekem hiányzik az, hogy fizikai valamit csináljak. Én ha ülök egy-két napot a kis stúdiómban, én nekem a harmadik nap ki kell mennem, nekem füvet kell nyírnom, akár mekkora is, még nem kell, hogy menjek. Olyan vagyok, mint egy ló, tudod, hogy verseny előtt járatni kell. Még utoljára hadd meséljek el egy utolsó kis történetet. Nemrég, hát néhány éve Erdélyben voltunk, és a vidám természetedről. Ugye végignyomtunk egy jó hétvégét, nagyon sokat dolgoztunk, és én úgy gondoltam, hogy majd a harmadik napon én szépen lelépek, lefekszem, és egy jót alszom. Úgy csináltál. Kedves nézőink, én le is léptem, kiosontam a szobából, lefeküdtem aludni. Nem telik el 5 perc, valami kis motoszkálást hallok a szobába. Egyszer csak kirántják alólam a matracot, és odaugrik fölém egy ember, és így áll egy pálinkát, és nem aludhatsz. Hát ez Kacor Feri volt. Igen, de ez hajnali 2 vagy valahogy így volt, ugye? Igen. Kézdivásárhelyen. Igen, és ott a 3 napon keresztül mókamester vagy, húzod a társaságot, gyerekek, nem pihenhetünk, nem aludhatunk, buli van, csináljuk. Ösztönző nagyon a maga a természeted is, és mindig a vidámságod. Úgyhogy nekem egy szép emlék ez a történet. Én nekem is fölért bármilyen tengerparti nyaralása, nem. Szerintem az, hogy olyan emberek között vagy, az mindenért többet ér, nem? Szereted a barátságot. Így van, egy erdőszélen egy szalonasütögetés többet ér bármilyen francia tengerpartnál, vagy bármilyen, hogyha olyan közegben vagy, nem? Én ezt tartom. Maradj meg nekünk mindig ilyennek. Mindig büszkén szeretném kimondani, hogy van egy barátom, akit Kacor Ferinek hívnak, és mindig szórakoztasd a közönségedet, és mindig ilyen slágereket írjál, és nagyon jó egészséget kívánok neked, imádlak. Köszönöm, hogy vagy nekünk, Feri. Én köszönöm, hogy itt lettem, és köszönöm, hogy ezeket a szavakat. Még a
feketével írok már. Látod, így vitted el a színeket, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már nem tündököl a nap, csak ha újra megjönnél. Elmegyek Kedves nézőink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, remélem, hogy nem egészen egy óra önöknek nagyon kellemesen telt el. Várom önöket jövő héten szerdán 22 órától újra itt a Hálózat TV-n. És ne felejtsék el lájkolni Facebook oldalunkat, ahol írhatnak nekünk, megírhatják véleményüket, megírhatják kérésüket, és hogyha van rá lehetőségünk, akkor mit teljesítjük. Köszönöm a figyelmüket, nyugodalmas éjszakát, a viszontlátásra! Megtesz.